Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Acél Réka vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Újabb ciklus, marad az elnök és az alelnökök. Alakuló ülés a Baranyai Közgyűlésben. PTS, olimpikonok, paralimpikonok. A rektori hivatalban köszöntötték a diákokat. Életet mentett a mulatós zenész iskolaőr. Országos elismerést kapott a Baranyai Hős. Német nyelvű feladatok a Városközpontban. Városismereti vetélkedőt tartott a Lénumház. Nem változik az elnök személye a Baranya Vármegyei Önkormányzaton. Újra Őri László kapott bizalmat a testülettől. Az elnök mellett maradnak az alelnökök is. A Baranyai Közgyűlés kedden tartotta alakuló ülését. A korelnök, a DK-s Nagy Ferenc vezette az alakuló ülést a szabályozásnak megfelelően a Baranya Vármegyei Közgyűlésben október 8-án. Az új testület összetételét a választási eredmények alapján a területi választási bizottság elnöke ismertette. A Fidesz-KDNP 12, a DK 2, a Mi Hazánk szintén 2 képviselővel, míg a Van Közéleti Egyesület és a Momentum egy-egy taggal képviselteti magát az új Baranyai Közgyűlésben. Az alakulón tettek javaslatot a politikusok az elnök személyére. Őri László 14 ajánlással, majd ugyancsak 14 szavazattal ebben a ciklusban is vezetheti a testületet. Köszönöm szépen, elnök úr. A régi új elnök székfoglaló beszédében az önkormányzati ciklus feladatairól szólt. Azért fogunk dolgozni, hogy a Baranyában élők a következő időszak nyertesei legyenek, hogy az a depressziós hangulat, amely a Dél-Dunántúlt rendszerváltás óta jellemezze, az megszűnjön, hogy Baranya a következő egy évtizedben kormányzati fejlesztéseknek és a vármegyei együttműködéseknek köszönhetően egy olyan helyé váljon, ahonnan a fiatalok nem elvágyódnak, hanem itt tervezik a jövőt, hiszen a Baranyában gyermeket vállaló családok jelentik a térségnek a jövőjét. A kormányzat kiemelt figyelmet fordít Baranyára. Olyan gazdasági elképzelések valósulhatnak meg, amik megalapozzák a térség felemelkedését, mondta Őri László. Örülök annak, hogy a magyar kormány új területfejlesztési koncepciójában a Dél-Dunántúl és benne Baranya fejlesztése az kiemelt szempontként jelenik meg. Én azt gondolom, hogy mi, akik itt élünk Baranyában, végre hosszú évek, évtizedek után úgy érezzük, hogy rajtunk a sor, a most megnyíló lehetőségekkel pedig élnünk kell. Ez infrastruktúrális közlekedési fejlesztéseket is jelent, amik a vármegye zártságát megszüntetik, és így a gazdasági kapcsolatok, a befektetők idevonzása erősödhet Baranyában. Az évszázad beruházása, amely új perspektívát nyit Baranyában, a Dunahíd megépítése, az M6-os autópálya, amely kinyitja a térséget délfelé, és nagyon remélem, hogy fel tud gyorsulni az előkészítése a baranyai, a pécsi, illetve a Somogy vármegyei, a kaposvári megyeszékhelyet összekötő új négysávos útnak is. Ezek az infrastruktúrális beruházások mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy az elmaradottság legfőbb okát, a térség bezártságát meg tudjuk szüntetni, ezért fogunk dolgozni a kormányzattal partnerségbe a következő években is. Az elnök megválasztása után átvette az ülés vezetését, majd sor került az alelnökök megválasztására. Dunai Pétert és Junácski Andrást jelölték újra. Ők voltak az előző ciklusban is ezen a poszton. Az új összetételű közgyűlés megint bizalmat szavazott nekik, így folytathatják alelnöki munkájukat. Ünnepélyes keretek között köszöntötték azokat a hallgatókat és edzőiket, akik a 2024-es évi nyári olimpiai és paralimpiai játékokon képviselték hazánkat és a Pécsi Tudományegyetemet. A rendezvényen a résztvevő sportolókat nem csak kiemelkedő sport teljesítményeikért, hanem elkötelezettségükért és kitartásukért is méltatták, hiszen ezek az értékek az egyetemi közösség számára is példaértékűek. Bár Magyarországon a sport még nem tölt be annyira központi szerepet az egyetemi életben, mint más országok intézményeiben, ennek ellenére a PTM mindent megtesz azért, hogy sportolóit támogassa.
Miseta Attila, a Pécsi Tudomány Egyetem rektora az intézmény olimpián és paralimpián résztvevő diákjait köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az egyetem büszke arra, hogy az elmúlt 2 évben elnyerte a Magyarország legsportosabb egyeteme címet, ami az élsport támogatásának is köszönhető. Büszkék vagyunk azokra, akik kijutottak, ez önmagában is egy fantasztikus teljesítmény, hogyha valaki kijut egy olimpiára. Nagyon kemény munka, és hát tagadva, nem tagadva, tehetség szükséges ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Voltak, akik a várakozásnál jobban, voltak, akik a várakozásnak megfelelően, és voltak, akik egy kicsit csalódottan a várakozás alatt teljesítettek, de mindenkire egyformán büszkék vagyunk. Erről szól a sport, és hát bátorítjuk is hallgatóinkat arra, hogy nem csak a mindennapok sporttevékenységében vegyenek részt, hanem ha lehetőség van rá, és tehetség és kitartás is adódik, akkor az élsportban. Lengvárszky Attila, a PTE Oktatási Igazgatóság igazgatója beszédében kiemelte, a sport nem csak a fizikai egészséget, hanem az emberi kapcsolatok, a tanulás és az értékrendszer fejlődését is elősegíti. A sportolók különböző szakokat látogatnak az egyetemen, egészen a szabadbölcsészettől a mérnökinformatikusig. Bocsa sportárban indultam egyéni számban, és 11. helyezést értem el. Edzőmmel nemrég, hát úgymond nemrég kezdtünk el dolgozni, és igazából elsőre sikerült így kijutni közösen, szóval ez amúgy fantasztikus. Az eredmény lehetett volna jobb, nem sokon múlott, hogy bejussunk a top 8-ba, mert ez volt a célunk. Hát ez most így alakult. Mérnök informatika szakra járok, most vagyok a 7. fél évenben. Igaz, hogy csúszok, de lassan haladok, de biztosan. Hát az olimpián 169. lettem, ott pont 400-addal maradtam el a döntőről sajnos, de a 400-as gyorsváltóban 8-ak lettünk, úgyhogy arra büszke vagyok. A diákok köszöntő ünnepsége egy jó hangulatú állófogadással zárult. Rövid híreink következnek. Október 8-án tartotta a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma a munkaprogramja szerint soron következő rendesülését, melyen Búdis József napirenden kívül bejelentette, hogy lemond elnöki pozíciójáról. A kuratóriuma döntést tudomásul vette. A testületnek így 30 napja lesz arra, hogy Búdis József helyett új elnököt jelöljön és válasszon a kuratórium élére, tájékoztatott az egyetem. A Pécsi Közlekedési Társaság megelégelte, hogy a Tömegközlekedés Pécs nevű kamu közösségi oldal aránytalanul olcsón ajánl korlátlan utazásokat minden közlekedési eszközön. A Tükebusz szerint a szóban forgó Facebook oldalt csalók üzemeltetik. A társaság arra kéri a pécsi közösségi közlekedési járatain utazókat, hogy ne dőljenek be az első ránézésre vonzónak tűnő, de megtévesztő ajánlatnak, és továbbra is a már ismert forrásból szerezzék be jegyüket és bérletüket. A fenti oldalt üzemeltető csalók ellen a cég megteszi a szükséges jogi lépéseket, áll a Városháza közleményében. Országos elismerést kapott a Baranyai Iskola őr, aki másodállásban mulatós zenész. Egy nő életét mentette meg az egyik út mentén egy szeptemberi éjszakán. Éppen fellépésről jött, amikor a kiképzése során tanult életmentő technikát kellett alkalmaznia. Valahol a Vén-Dunánál csókba vár egy lány. Fejsze József a színpadon, aki már évtizedek óta előadó. Mellette iskolaőrként dolgozik, de hétvégente és szabad idejében fellépéseket vállal. Mulatós zenét játszunk, ez manapság elég divatos, de én már ezt 35 éve ezelőtt kezdtem. Azóta folyamatosan minden hétvégén járok fellépni. Van olyan, hogy egy nap háromszor is nyári időszakban, amikor vannak a falunapok és egyéb, de játszunk lakodalmakat is, bulikat, tehát bármi, ami zenés táncos rendezvény. Éppen egy ilyen buliról jött szeptember 15-én hajnalban, amikor Hetvehely és Bükköst között egy út mellett álló autót látott meg. Egy hölgy kiállt az útszélére, láttam ott áll egy autó, de közben már jött ki a hölgy, integetett. Azt hittem, hogy baleset, vagy vadat ütöttek el, ilyesmi. Megálltam, illetve félreálltunk az autóval, és akkor mondták, hogy meghalt a hölgy az autóba.
És akkor gyorsan kiszálltam, oda mentem, megnéztem, ilyen félfekvésben volt az ülés, el volt kicsit fektetve, megnéztem, hogy van-e pulzus, légzés, láttam, hogy van, és akkor mondtam, hogy szedjük ki az autóból. József nem habozott, az ott lévők segítségével kiemelte az autóból az öntudatlan nőt. Félrevittük, akkor ilyen stabil oldalfekvésbe raktam a hölgyet, mivel volt pulzusa, ugye így akkor már ez a következő dolog. A légutait megnéztem, hogy tiszták-e, a nyelvét kicsit előre húztam, és ebbe a pozícióba próbáltam ébresztgetni, vagy élezgetni, és akkor magához tért. Közben szólt a barátnőjének, hogy hívja a mentőket. Bár a nő visszanyerte eszméletét röviddel, ezután epilepsziás rohamot kapott. Ezt az iskola őr úgy szintén helyesen kezelte, megakadályozva ezzel a további sérüléseket. Időközben a mentők is a helyszínre érkeztek, átvették a beteg ellátását, majd kórházba szállították. Az iskola őr később tudta meg, mi történt a nővel. Ebből lett egy cikk, és akkor azt ő elolvasta, és akkor rám írt cseten, és ott megköszönte egy hét múlva. Persze mindennek az lett a következménye részemről, hogy két hétig nem tudtam dolgozni önni, mert aznap szakadt az eső, ahogy lefért az égből, 5 fok volt, fújt a szél, és egy szálinkbe csináltam mindezt, úgyhogy kaptam egy jó kis tüdőgyulladást. De nem csak tüdőgyulladást kapott az életmentés után, hanem egy elismerő oklevelet is. Ezt az országos rendőrfőkapitányság adományozta az iskolaőrnek, aki munkája mellett tovább folytatja azóta zenei pályáját is. Hatalmas diáksereg lepte el délelőtt a Munkácsi Mihály utcát. Idén sem maradhatott el a Lénauház városismereti vetélkedője, amelyen játékos, német feladatokat megoldva járták be a belvárost a gyerekek. A versenyeredményeket következő nap hirdetik ki. Már közel 10 éve hagyomány a Statrally, vagyis a Lénauház városismereti versenye. Idén 35 csapat járta be a várost, nyomok után kutatva. A versenyzőknek délután 4 óráig kellett leadniuk a feladatlapokat. A városismereti vetélkedőnket a Lénauház egyik korábbi IFA kultúrmenedzsere találta ki, úgymond, tehát ő hozta létre a feladatsort, és azóta most már 8.-9. éve folytatjuk ezt a hagyományt, és nagy örömünkre az idén is nagy létszámú jelentkezőnk akadt, 6 különböző iskolából, pécsi gimnáziumokból, szakképzőiskolákból jelentkezett 35 csapat erre a vetélkedőre, ami nagy örömünkre szolgál, hiszen kicsit féltünk, hogy a Lénauház felújítási munkálatai alatt ugye nem voltunk annyira aktívak, ami ezt a korosztályt illeti, de nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan jelentkeztek a mai napon. Az egyesületnek fontos célja, hogy a fiatalokkal is megismertesse a német hagyományokat és kultúrát. Programokat nem csak kicsiknek szerveznek, minden korosztály találhat kedvére valót. Szeptember óta egy új kultúrmenedzserünk van a Lénauházban, Jasmin Schneidernak hívják, ő Németországból érkezett, nagyon lelkes, és rengeteg új ötlete van, hogy gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket hogyan lehetne a német nyelv iránt érzékenyíteni, illetve különböző interaktív, játékos feladatokon keresztül akár így heti szinten találkozni velük, és akit érdekel, akár rendelkezik német gyökerekkel, akár érdeklődik a német nyelv iránt, vagy szeretné a nyelvismeretét itt gyakorolni kicsit. Őnekik javaslom, hogy kövessék a Lénau-nak a Facebook oldalát, mert a rendezvényeink, illetve ezek a különböző aktivitások, ezek elérhetők lesznek. Az Egyesület november közepére szervez 5 és 6. osztályos gyerekeknek egy Grimm meseversenyt. Ezen játékosan dolgozzák fel a történeteket interaktív feladatok segítségével. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
Továbbra is közepes a Duna vízállása, a folyó következő napokban kissé árad, azt követően viszont folytatódik az apadás. 520 cm volt a folyó vízállása Mohácsnál kedden reggel, a vízszint a következő napokban kissé emelkedik, csütörtökre 5,5 méteres vizet várnak. A folyó ezt követően viszont ismét apad, a hétvégére már 5 méter alatt alakul a vízállás. Kigyulladt egy traktor hétfőn délután Sombereken egy gazdasági társaság telephelyén lévő csarnokban. A tűz az ott tárolt többi traktort, hegesztőegységet, gázpalackokat, vetőgépet és egyéb nagyértékű tárgyakat veszélyeztette. A hivatásos tűzoltók Mohácsról, Négy, Szekszárdról, Véméndről, Bajáról, Bonyhádról és Villányból egy-egy gépjárművel vonultak a helyszínre, és riasztották a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is. A tűz Tűzben a traktor teljesen kiégett, a tetőszerkezet a tűz feletti és körüli 30 méteres körben a hőterhelés miatt életveszélyessé vált, személyi sérülés azonban nem történt. Lezárult a 2024-es központi szúnyoggyérítés, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-t. A közleményben azt írták, az idei szúnyoggyérítési szezon sok munkát adott a szakembereknek. A Duna és mellékfolyói kora nyári áradása miatt jelentős területen volt szükség biológiai lárvagyérítésre. Már április 16-ától kezeléseket végeztek légi és földi technológiák alkalmazásával. A katasztrófa védelem által koordinált szúnyoggyérítés 25 héten keresztül egészen október 6-áig tartott, tették hozzá. A régió híreivel folytatjuk. Ismét Bíró Norbertet választotta elnöki a Somogy vármegyei közgyűlés. A testület alakuló ülésén a napi rendek tárgyalása előtt esküdtettek a június 9-én megválasztott vármegyei képviselők. A 15 fős testületbe a Fidesz-KDNP 9, a Somogyi Függetlenek Szövetsége 3, valamint a Somogyért Egyesület, a Mi Hazánk és a DK 1-1 képviselője került be. A 2024-29-es önkormányzati ciklusra vonatkozó alakuló ülésen a napirendek tárgyalása előtt esküdtettek a vármegyei önkormányzati választás során megválasztott képviselők. Hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez átalakult a Somogy vármegyei közgyűlés összetétele. Új tagként a Fidesz-KDNP frakcióba a Vörös Mátyás, Tardi Tamás, Tóth András Károly és Olsovszki Árpád ült be. Jozó Tamás, a Mi Hazánk és Gyeneseiné Kaszás Hajnalka a Somogyért Egyesület színeiben került be a testületbe. Új jelölő szervezetként három képviselővel, Ormai Istvánnal, Sütő Lászlóval és Tejmec Ádámmal szerepel a közgyűlésben a Somogyi Függetlenek Szövetsége. Engedjék meg, hogy a képviselői csoport nevében tisztelettel ajánljam Bíró Norbert urat a következő ciklus közgyűlési elnökének megválasztására. Az ajánlást követően a vármegyei közgyűlés tagjai szavaztak az elnöki poszt betöltéséről. Megalapítom, hogy az eredmény tekintetében a Somogy vármegyei közgyűlés elnökének 12 igen szavazattal Bíró Norbert közgyűlési tagot választotta meg. A szavazást ebbe a tekintetbe lezártuk, és eredményesnek tekintjük. Bíró Norbertet ezzel harmadszor választották meg a vármegyei közgyűlés elnökének. Beszédében reményét fejezte ki, hogy a békés építkezés évei következnek a közgyűlés munkájában. Mint a TOP plusz források kapcsán elmondta, 49 milliárd forint fejlesztési forrást már elnyertek a somogyi települések. A célunk pedig változatlan. További sikeres pályázatokkal biztosítani vármegyünk fejlődését, elősegíteni az itt élők boldogulását, erősíteni szülőföldhöz kötődésüket. Utóbbi érdekében vállaltunk alapfeladatokon túl is identitásunkat erősítő, értékeinket népszerűsítő kiadványok elkészítését, színdarabok létrehozását, gyermekeink számára vetélkedők szervezését és kirándulásaik támogatását.
A magam részéről a Somogy vármegyei közgyűlés elnökeként továbbra is ezt az irányt kívánom követni, melyhez kérem a közgyűlés támogatását. Az új vármegyei közgyűlés megválasztotta a TOP projektbizottság tagjait. Ennek elnöke Tardi Tamás, alelnöke Bogdán Dániel lett. Bizottsági közgyűlési tagnak Steinmetz Ádámot, külső bizottsági tagoknak pedig Prépost Lászlót és Tikkel Jánost választották. Hagyományos zarándoklat indult a kismányoki székely búcsúba. A résztvevők többnyire Bukovinából elszármazott székely közösségek voltak, de szeretettel vártak a szervezők minden olyan érdeklődőt, aki nyitott volt a búcsújárás áhítatára. Az én szívem bánat nélkül. A hagyományos zarándoklat a kismányoki székely búcsúba reggel 7 órakor indult a Bonyhádi katolikus templomtól. Én először voltam ilyen zarándokúton a kismányoki búcsú keretében. Nagyon-nagyon jó érzés volt végigmenni ezen az úton. Nagyon jó volt ezzel a kb. 25-26 emberek közösen vonulni, közben imádkozni, énekelni, és azt kell mondanom, hogy ez a zarándokút segített ahhoz, hogy a búcsúnak a lelkét, a gondolatiságát még jobban át tudjuk venni. A kismányoki magyarok nagyasszonya templomában a Szent Misét Keresztes Andor Esperes vezette. A templom számomra iskola, templom számomra kórház, a templom számomra oltár, ahol megtisztulhatok, és templom számomra otthon. Ezt a négy gondolatot fejtettem ki mai ünnepen itt a híveknek. Az agapén saját készítésű kuglóf, kalács és apró sütemények széles kínálata került az asztalra. 1989 óta áll itt ez a templom, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy a bukovinai székelyeknek zarándok helyeként szolgáljon. Jó néhány évvel ezelőtt még az elnökségem idején indítottuk el Piroska néni kérésére azt a zarándoklatot, ami a mai napig zajlik még. Az első néhány zarándoklaton jó magam is részt vettem, és most nagyon nagy örömmel jöttem, majdnem minden nap 10 kilométer gyaloglok egyébként is, és ez így a lelkiséggel összekötve azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép teljes napot fogunk majd magunk mögött tudhatni. A szakrális eseményen résztvevőknek testi, lelki megtisztulásban és töltődésben volt részük. Egész hétvégés fogadhajtó versenyt rendeztek Tolna Mözsön, melynek záró versenyszáma az országos kombinált fogadhajtó verseny volt. Különböző kategóriákban díjazták a résztvevőket. Országos kombinált fogadhajtó döntő zárta a hétvégi lovas verseny Tolna Mözsön. Az eseményt nagy érdeklődés övezte. Ez a kombinált akadályhajtás, ez a téli fedeles szezonnak volt a fő versenyszáma, és mivel olyan nagy volt az érdeklődés, a szakbizottság úgy döntött, hogy ettől az évtől a szabadtéren is rendez egy ilyen versenysorozatot, amire kvalifikálódtak a hajtók, és itt Tolna Mözsön rendezték meg ennek az országos bajnoki döntőjét. A jókedv adott volt a versenyen az elért eredményektől függetlenül. Kellemesen érzem a napokat, és örülök neki, hogy ilyen jó kis versenyek vannak. Virág József a programsorozat sikereiről számolt be. Az első kombinált országos fogadhajtó döntő került lebonyolításra a C kategóriában. Az eredményekkel megvagyunk, hamarosan az eredményhirdetés következik, és úgy gondolom, hogy egy sikeres versenynapokon vagyunk túl. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy minden sikerült. A versenyről bővebben a Telena magazinunkban kaphatnak betekintést. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Újabb ciklus, marad az elnök és az alelnökök. Alakuló ülés a baranyai közgyűlésben. PTS olimpikonok, paralimpikonok. A rektori hivatalban köszöntötték a diákokat. Életet mentett a mulatós zenész iskolaőr. Országos elismerést kapott a baranyai hős. Német nyelvű feladatok a városközpontban. Városismereti vetélkedőt tartott a Lénumház. Szerdán nyugatról kelet felé átvonul fölöttünk egy felhő és csapadéksáv, melyből többfelé előfordulhat eső, zápor, néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Hajnalban 15 és 17, délután 20 és 23 fok várható.
Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!